Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szép jó reggelt mindenkinek! Sok minden történik ezekben a napokban. Pénteken volt a Lourdes Szűzanya ünnepe, ami a betegek nemzetközi világnapja. Aztán mai vasárnappal indul el a házasság hete, amit Magyarországon is ökumenikus módon tartanak sokfelé, egy héten át. Mindezt azért is említem, mert mindig van kiért, miért imádkoznunk, hogy hordozzuk egymást, meg akinek, ahogy van alkalma, majd bele-bele lépjen ezen programokba is. Lassan február közepét írjuk, és talán nem egyedül vagyok abban, hogy nagyon gyorsan mennek a napok, a hetek ebben az új évben is. Kérdés mindig az, hogy múlik az idő, vagy telik. És az is előjön, hogy csak a küszködéseinkről, feladatok teljesítéséről, kötelességek kipipálásáról van-e szó, vagy megtalálom-e a mindennapokban, akár milyen tevékenységek által is, az örömeimet. Isten figyelmeztetését fogjuk ma hallani az ige liturgiában. Egyfelől boldognak is mond bennünket, másfelől pedig jajt is kiált felénk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, tartsunk bűnbánatot. Mostani vasárnapi szentmisét Puskás Józsefné született Bánócki Katalin testvérünk lelküdvéért ajánlom föl. Jó nap. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában, semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti, ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárasság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Thank you.
legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek. Kizárnak körükből és megrágalmaznak, s nevetteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit. A Bibliában gyakori kép az, hogy az ember előtt két út áll. Az egyiken Istennel járhatunk, az élet útján, másik pedig a halálba vezető út. És Illés próféta mondja azt, hogy mindenképp dönteni, választani kell, jobbra vagy balra megy az ember, mert kétfelé nem sántikálhat egyszerre. Most Lukácsnál is boldog mondások mellett ott vannak a jaj mondások. Nézzük meg, hogy mit tanít Isten a két út kapcsán. Mindig, minden nap keressük a boldogságunk forrását. És ebben nagyon szép az olvasmány hasonlata Jeremiás prófétától. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Egy gyönyörű természeti kép ez. És egyben saját keresésünkről szól, mert
a minden napjainkban mi magunk is szeretnénk megtalálni azt a forrást, ami az emberi életünkhöz szükséges, amiből inni tudunk, és ami által az élet tovább mehet, nem áll meg, nem hal el. Ugyanakkor megtapasztaljuk saját életünkben azt is, hogy olykor rossz vízű forrásoknál, kutaknál álltunk meg, és csak később vesszük észre ezekről, hogy szennyezett, mérgezett víz volt benne, ami beteggé tud tenni, sőt a halál felé vezet minket. Nagyon-nagyon fontos tudatosítanunk kereséseinkben, hogy milyen forrásokhoz tudunk nyúlni, milyen forrásnál állunk meg. Az jelzi, hogy jó helyen vagyunk, jó vízű forrásnál állunk, hogy jó helyen vertünk gyökeret, hogy életteli lesz-e az életünk, vagy pedig nem. Hogy sok gyümölcsöt hoz, vagy éppen az ellenkezőjét. Vagyunk, de minek? Fa módjára gyökeret verni valami vagy valaki mellett azt jelenti, hogy döntöttem. Ezt szeretném. És kitartok mellette. Ebben a jeremiási hasonlatban a fa képe a vízpart mellett a mély gyökerekkel, ami a vizet mindig eléri, megérint abban is, hogy egy fa, ahová legyökerezett, onnan nem megy tovább. Szóval növényeink ilyenek. Ahová kerültek, ahová ültetjük, ott marad. Nem fog tudni elmenni, még egy arasznyit sem arrébb. És ha már a házasság hete is most indul, hadd mondjam ezt is, hogy egy férj-feleség kapcsán ott van ez a döntés, kölcsönös módon. És erről szól mindez, hogy legyökereztünk egymás mellett, és nem csak egymás közelében, hanem egymásért. Családot alkotva. Szent kötelékben. És hogy nem akarok tovább lépni. Nem fogok tovább menni. Itt vagyok. És az élethez szükséges energiákat, a szeretetet a mindennapok során ebben a kötelékben akarom megélni. Cirkuláltatva a kölcsönös szeretet kapcsán. Szóval ilyen sok gyümölcsöt hozó fákká kell, hogy legyen egy szent házasság, ami valóban a családi életben aztán szépen elágazik, kiterjed, beteljesül, vagy kiteljesül, mindegy, hogy ragozom.
Az az ember, aki az Istenben mélyen gyökeredzik, mint a folyóparton álló fa a gyökérzetével is, az ilyen ember is bizony nem kímélik a bajok, de van menedéke. Mostanában nagyon viharos szelek is tomboltak. Bizony az Istenben gyökeredző ember is megtapasztalja a vihar valóságát, ami néha le is tör bizonyos dolgokat rólunk. Meg lehet, hogy az ilyen fa hajlik, de nem fog kidőlni, csak úgy nem adja meg magát. Mert Isten a menedékünk. Ebben a prófétai képben tehát erre kapunk tanítást, hogy merjük rábízni magunkat a jó Istenre egészen, félelem nélkül, és merjünk belőle meríteni, mint tiszta vízű forrásból, mint az élet vizéből. Jeremiás is reális ember. Ki mondja, hogy átkozott az olyan ember, és másrésztről áldott az ember. Ilyenek vagyunk. Ilyen ez a világ. Tudunk ezzé, és tudunk azzá válni. Mai evangélium is nagyszerű tanítás, hogy hol és hogyan találjuk meg a boldogságunkat. Amikor Jézus a boldogságokról beszél, valahogy olyan nagyon furcsa, mert az mai embernek ezek semmiképpen sem a boldogságról szólnak. Inkább az élet fogyatékosságait tárják elénk. Azt mondja Jézus, boldogok vagytok ti szegények. Boldogok vagytok, akik most éheztek. Boldogok vagytok, akik most sírtok. És boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket. Szóval boldogságról sok minden eszünkbe juthat, sok minden mondhatunk róla, de éppen ezeket biztosan nem. És itt jön az, hogy hívő emberként belemegyek-e abba a misztériumba, hogy Jézus mit akar itt tanítani? Vagy megmaradok azon a szinten, hogy valamiképp értelmezem jól, rosszul, és ha éppen falsként értelmezem Jézus tanítását, akkor így könyvelem el a végén. Nekem így is jó. Hát ne. Mit akar itt Jézus mondani? Ezek a felsorolt helyzetekben mindig valami ürességet, valami hiányt láthatunk, vagy ha velünk kapcsolatos, akkor élhetünk meg. Legyen az éhség, sírás, szegénység, vagy üldöztetés. Jézus itt azt mondja ki, hogy ezekben a helyzetekben lehetünk boldogok. És nem akkor, amikor úgymond telve vagyunk.
amikor önmagunknak elegek vagyunk. A boldogság tudni illik, ott van, ahol van egy olyan üres tér, ahová az Isten be tud lépni. Milyen ember, aki szegény? Tudjuk jól, a szegény szükséget szenved. Nem önellátó. És így nem zárul be önmagába. Szegénynek kérnie kell. Rá kényszerül másokra. És aki nagyon jól tudja, hogy boldogságának középpontja nem önmagában van. Ezért muszáj és kénytelen, hogy mindig nyitott legyen. Azok a szegények, akik csak Istenre számíthatnak. És pont ez teszi majd őket boldoggá. Az a szegény, aki alázatosan hagyja magát, hogy segítsenek rajta. Nem könnyű ez. Az ember inkább maga segít máson, mint hogy olyan helyzetben legyen, hogy én szorulok rá másokra. De hogy a szegény ember az rászorul mások segítségére. És annak is tudatában van az ilyen ember, hogy nem vagyok én minden tudó, minden ható, nem vagyok elég önmagamnak. Amikor rászorulok másra, hogy beengedjem az életembe, akkor leszek nyitott egyben arra is, hogy megengedjem, hogy Isten is belépjen az én életembe. Éppen múlt vasárnap volt erről szó, hogy először Jézus Péter csónakjába lépett be, és a csodálatos halfogás kapcsán éppen az első tanítványok életébe is belelép. Szóval, hogy hagyom-e, engedem-e, hogy Isten belépjen az életembe. Jézus erről a szegénységről beszél itt. Másik oldalon a gazdag azt szeretné, hogy semmi ne változzon. Ami van, az jó, és ez maradjon fenn. Jónak tűnik ez a valóság, de csalóka. Mert egy szomorú képet hordoz magában. A szegény abban reménykedik, hogy változzon meg valami. Hogy nem elégszem meg azzal, ami van. Nem elégszem meg önmagammal. Nem akarok egy helyben állni. Gazdag az meg leláncolja magát. Van egy státuszom, nekem ez így jó. Minden maradjon így. A boldogság valahol ott kezdődik, hogy én nem vagyok elégedett azzal, ami van. Nyilván másik oldalról meg
elégedetnek is kell, hogy legyünk. Valahol a kettő egyensúlya, mert mindenért hálásnak is kell lennünk, ami van. De hogy nyitott vagyok abban, hogy Uram, változtass. Hadd ne keljek 5 évig ugyanabban a cipőben lennem. Valamivel azért mindig fejlődjön az életem. Nyilván mindez nem csak a szegénységre, gazdagságra igaz, hanem az éhségre, a sírásra, meg a gyűlöletre is. Mindezek hiányosságok. Az élet fogyatékosságai, ha úgy tetszik. És amikor megéljük ezeket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten szeret, hogy ő van. Isten arra a helyre vágyik, ami bennem üres, hogy betöltse azt. Hiányosságaink, ürességeink megtanítanak arra, tehát, hogy mi a fontos, élni, vagy csak birtokolni. Hiszek egy Istenben. Jézus új, természet feletti élet fölfogásra oktatott minket. Kérjük segítségét, hogy megértsük és megvalósítsuk a tőle kapott tanítást. Hogy Isten országát és igazságát többre becsüljük minden földi kincsnél, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházat tanítsa és mutassa meg a világnak az evangéliumi élet boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a mulandó élet javai miatt meg ne feledkezzünk az örök életről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bűneinket igaz bűnbánattal megsirassuk, és részünk legyen a Szentlélek vigasztalásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Jézus nevért, béketűrő lélekkel viseljük el az élet különféle megpróbáltatásait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Isteni Mesterünk, add, hogy szívünkbe fogadjuk tanításodat, és ne engedd, hogy elkeseredjünk életünk próbatételei miatt, hiszen te boldognak hirdetted azokat, akik álhatatosan kitartanak az irántad való hűségben. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes, amit dicséretünk nélkül is. Mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged. Nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus által. Ezért az angyalok kórusához társulunk. Dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét s az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, közöttük Katalinról és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Van, amikor a gyökérzet elfásul, halottá lesz és eldugul. Amikor mi keresztények személyes vagy a közösségi imáinkat mondjuk, amikor a jót cselekedjük, amikor Jézus tanításának fényében próbálunk élni, ez mindig azt jelenti, hogy a gyökérzetünk megújul, mert Istenbe eresszük bele. Mi is most közös imánk előtt ezt is tudatosítva, hogy a jó Istenből szeretnénk meríteni, töltekezni. Így imádkozunk. Mi Atyánk, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinkre, miképpen is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védjünk el sértődbe, de szabadíts. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok,
az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Holnap este Tolnai plébánián férfi találkozót tartunk, este 6 óra és 8 óra között. És előre hirdetem ebben a témában, hogy férfi találkozó lesz Szekszárdon február 25-én pénteken, ugyancsak este 6 és 8 óra között, megyeháza dísztermében, püspök atyával. A harmadik találkozó ez, melynek témája a férfi sors, családfő, fiú, apa, nagyapa. Aki jön, jönne, majd jelezze nálam, és tele autókkal szeretnénk majd menni. Tolnáról, a plébániáról 17:30 indulunk. Werner Jánosné született, Jáger Anna nővérünk temetése lesz 18-án pénteken, délelőtt 11 órakor, tudjunk róla, és jövő vasárnap lesz szentmisénk, amikor elhunyt férj, testvérek és a többi elhunyt családtag lelki üdvéért ajánljuk fel a szent liturgiát. Még annyit, hogy fának a gyökere éppen az, ami nem látszik soha. Mi emberek szeretjük a külcsint láttatni, meg ezt nézzük a másikban. Valahol nekem a Facebookozás is ezt jelenti, néha nem a realitást mutatom magamról sem, csak a csillogást. Mai vasárnap viszont a gyökerekhez akar vinni, ami nem látszik, hogy rendezzük, mélyítsük, és ne hagyjuk, hogy elfásuljon, ami Istenig vezessen el. Így kívánok majd szép meg boldog jövő hetet. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.